Az alsó soka megszokott módon tehetik tálcájukra a tányérokba szedett napi menüt, de a felsősök ebédeltetésében megváltozott az eddig alkalmazott módszer. A Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában indult el először a városban a svédasztalos menü. Az Ételszigetnél a gyerekek magukat szolgálhatják ki. Én azt gondolom, hogy most sokkal gyorsabban lehet végezni, és órákra is gyorsabban lehet visszaérni. Igen, náluk az legelőször, és én szerintem ez jó dolog, hogy a felsősök most már nem kell beállnunk a kicsik közé, hanem ha tudunk haladni, és akkor órára is tudunk menni hamarabb. És így szerintem jó dolog. A speciális melegen tartó edényeket folyamatosan utántöltik, így sem a frissesség, sem a kiszedhető mennyiség miatt nem kell aggódni. A tesztüzem az őszi szünet után startolt az iskolában. Ez a kezdeményezés egy dabasi iskolában indult, ami a mi iskolánknál még nagyobb is, de azt a tapasztalatot hallottuk, hogy szinte megszűnt az ételpazarlás, és amikor Lics László úr a városüzemeltetés részéről, illetve a Rusvai Károly úr a tankerület részéről megkeresett bennünket, akkor az volt a szándék, hogy legyünk az az iskola, ahol elég nagy a tanulólétszám, elég nagy az étterem, ahol ez ilyen kipróbálásra kerülhet. A Városüzemeltetési Kft. Egy ideje kereste azokat a megoldásokat, amelyekkel a gyerekek étkezés élményét javíthatja. A döntés végül a Finnországban már jól működő rendszerre esett. Az önállóság mellett a fiatalokat a tudatosságra is tanítja az új rendszer. Ennek a étkezési formának is megvan a zöld jellege. Ugye itt mindegyik gyermek annyit szed, amennyit szeretne, és nem kiadott ételadagok mentén kapják meg az aznapi ebédüket. Így mindenki el tudja fogyasztani ami a tálcán van, ami a tányérban van. Így, hogyha valaki éhes, akkor még tud szedni. Nem keletkezik ételmaradék. Ha a novemberi tesztüzem pozitív eredményt hoz, januárban újabb iskolákban vezethetik be a svédasztalos menzát.